Kedves nézőink, Ismeretlen ismerősök című műsorunk újabb vendéglátójához érkeztünk. Én szerintem ő az az ember, akit Tiszavasváriban nagyon sokan ismernek, nagyon sokan tisztelnek, de mégis nagyon keveset tudnak róla. Köszöntöm házigazdákat, Farkas Gábort, Gabi bácsit, ugye nagyon régen. Pont tegnap este számogattam, mert több mint 30 éve ismerjük egymást. Így telik az idő, de még szerencsé, hogy rajtunk nem látszik. Kevesen mondhatják el magukról, hogy egy világbajnoki csapat edzőjével beszélgethet, és ugye most jelen állásban ez a helyzet. Na de erre visszatérünk. Ahogy megszokhatták, kedves tévénézőnk, nézőink, ennek a beszélgetés műsornak a lényege, hogy minél jobban betekintést nyerhessünk az illető házigazda életébe, életútjába, úgyhogy meg is kérném Gabi bácsit, hogy kezdjük mindjárt az elején. Tehát a születés pillanatától kezdve a családi körülmények, szülők, testvérek, aztán majd belerázódunk. Köszönöm. Megtiszteltetés számomra, hogy környezetem érdeklődik jelentem. Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Hát nem most volt, 1938, de az amikor én születtem Mezőtúron. És hát ez egy hosszú idő, aminek nyilván ilyen-olyan területei voltak, hisz világháború, 56-os forradalom, és még ezen kívül is ügyesek. Szüleim mezőgazdasággal foglalkoztak, kevés földön, talán 10 volt földön gazdálkodtak. Én azt mondhatom, hogy belecseppentem itt az első világháborúban, mi tanyán laktunk Mezőtúron, az általános iskolát is ott végeztem, és a szovjet csoportok bevonulása és részleges visszavonulása pont a mi tanyánknál történt. Tanyavilága Mezőtúrnak az udvarlevélen, hát valamikor, még régebben, amikor területileg számították, Debrecen után Mezőtúr volt a legnagyobb ilyen területű. Hát 100-200 méterre voltak a tanyák egymástól. És hát én ugye akkor 6 évesen még kisgyerek, de néhány dologra emlékszem. Hát emlékszem arra, amikor egy, hát különösen ilyen kisgyerek számára, hogy egy hadsereg érkezett, hát a szovjet katonák jöttek befele, rengeteg szekér, kocsi, minden ott az élelmiszereket, ellátást hozták magukkal, és a mi tanyánknál ütköztek két német zsíppel. Azt hitték, hogy egy ellentámadás lesz, és mindent ott hagyva elkezdtek vonulni vissza. Ott volt minden szétdobálva, élelemtől kezdve, a krumpli, liszt, kenyér, minden. Akik ott a tanyán laktak, emlékszem rá, hogy mentek, oda szedték, összevittek maguknak. Ezt nem bánta de senki ezt a mozdulatot. Ezt nem, na de hát ez nem tartott egy, hát egy fél napig. És úgy aztán rájöttek, hogy miről van szó. Ez a két német zsíf volt ott, akik beásták ott magukat egy gödörbe, és úgyhogy utána megindult. Tehát én ebben azt mondhatom, hogy a második világháborúba születtem bele. Édesapámat ekkor elvitték ugye a Málinki robotra, munkára, ott megbetegedett úgy, hogy végül is 3 évre rá ő meg is halt. Édesanyám maradt, meg nővérem. Ő 11 évvel idősebb volt nálam, rendkívül jó tanuló volt, szeretett volna tovább tanulni, de hát ilyen körülmények között nem lehetett. Úgyhogy hát itt éltünk hárman. Én akkor kezdtem az általános iskolát. Egy dolog meg is maradt abból, a szomszéd gyerekek, 7.-8., 6. voltak, velük együtt kellett mennem az iskolába. És hát én még csak elsős voltam akkor, de ki kellett lépni utánuk, úgyhogy én mindig szaladtam, amikor ők sétáltak. Hát azóta is bennem ez megmaradt, hogy én sétálni nem tudok úgy igazán, csak hogy kilépve. Úgyhogy a gyerekkor
nekem itt tanyán telt el. Egy kicsit maradjunk itt a gyerekkornál, jó? Ugye említette Gabi bácsi, hogy, hogy van egy nővére, van, aki 11 évvel idősebb. Mennyire sikerült együtt gyerekeskedni? Vagy ő már akkor nagy lány volt, mire Gabi bácsi odaért, hogy, hogy egyáltalán játszani lehessen vele, vagy, vagy igen, barátként szinte kezelni, nem testvérként? Igen, ő jó testvérként kezelt engem. Igyekezett mindent megadni, segíteni, hisz anyukám el volt foglalva. Hát mindenféle jószágaink voltak ugye gazdálkodásnál, lótején, csirketyúk mögött, tehát minden, ami létezett. Nehéz volt édesapa nélkül élni? Én akkor nem tudtam. Már megvolt a mindennapi betevő? Én akkor még azt nem tudtam. Azt láttam, hogy ugye nyilvánvaló, hogy már nekem 6-7-8 éves koromban már disznókat kellett regeltetni, meg gyomlálni kellett, meg kapálni, meg hasonló. Tehát, de ugye ez akkor úgy tűnt, vagy legalábbis ugye arra gondoltunk, hogy hát ez a természetes, mert ezt így kell. Hát ugye van Mezőtornán gimnáziumban, ahol én jártam, ott végzett Szép Ernő előttem, és ő írt egy verset az egyik osztálytalálkozóra az öreg diákokhoz, és ebbe írta ő azt, hogy két életünk van itt a Földön, az egyik az élet, a másik az álom. Egyik tövistárd, a másik virágot, és ti tudjátok, öreg diákok. Tehát, hogy a két élet, hogy az egyik az, ami, ami szép meg jó, az öröm, a másik az, az kegyetlen, az tövistárgy. Tehát valahogy így zajlott ez a gyerekkor is. Nem tudja az, hogy mi a szép, mi a jó, akinek kegyetlenségekbe, szomorúságokba, gondokba nincs része. Ha mindig minden jó, akkor az szerintem úgy tűnik, hogy hát ennek így kell lenni. Ez a természetes. Ez a természetes. De amikor valaki nek ugye ilyen szomorú gondjai is támadnak, akkor és néha jó lesz, akkor tudja értékelni, hogy na milyen jó nekem. És ezért egy ilyen életutat áttekintve is másképpen gondol vissza az ember, mert sokszor rákérdeznek, hogy hát ha újra kezdeni, mi lenne? Hát, hát ugye egy az, hogy ilyen nincs, sajnos újra kezdeni nem lehet. Meg hát ezzel a tapasztalattal, tudással kezdeni újra, szóval hát persze, hogy teljesen másképp zajlana. Na tehát segített nővérem, de hát ő már nagylány volt. És ő pár évre rá férjed is ment. Ekkor... Ott láttak Mezőtúron? Ott a tanyavilágban. Akkor tulajdonképpen a sógor majdnem átvette az apa szerepet? Így indult. Volt, igen. De ez nem tartott egy évig se. Utána ők külön költöztek. Hát nekik valamivel kedvezőbb sorsuk volt. Kicsit konkrétizált, tehát nem egymástól költöztek külön, hanem nem, a családtól költöztek, aha. A családtól költöztek külön. Hát utána mi anyukámmal ugye ketten maradtunk, hát ez már így nagyon nehéz dolog volt, és ő ezután férjhez ment újra. De ugyanott az akkori lakásunktól pár száz méterre lévő másik lakásba költöztünk, és akkor... Hány éves tetszett lenni ekkor? Ekkor 10. Milyen érzés volt elfogadni egy embert apukának? Nem lehetett igazán elfogadni. Szóval én sokkal önállóbb lettem az idő alatt, amikor ugye édesapám meghalt, és
ott maradtunk, hisz anyukámnak sokszor el kellett menni, nővérem nem volt, én voltam egyedül otthon. Tehát én már 10 éves koromban telnet fejtem meg, én hasonló, tehát ezek a munkák ott voltak. És én már nehezebben viseltem el azt, hogy egy másik apa, egy nevelő apa most nekem úgy parancsol, amit én nem úgy láttam. És hát itt voltak konfliktusai, de végül is különösebb gond nem volt, igyekeztem én is megfelelni. Na, ekkor kezdtem el komolyabban tanulásra ráállni. Na, még eljutnánk a tanulásig, menjünk vissza egy kicsit, hiszen nagyon felpörgettük az eseményeket. Ez a beszélgetés egyfajta jellemrajz is lehet, vagy lehetne. Tudjuk már meg, hogy milyen volt Farkas Gábor, mint kisgyerek. Hogy hívták Gabi bácsit? Gabri, Gábor, Gabika? Misu. Misu? Misu, mert Farkas Mihály Gábor volt neki hivatalosan, és ott inkább a Mihályt használták, majd a későbbiek során lett ebből Gábor, ennek meg volt az oka. És tehát Misi, Misu, Miska, ugye környező gyerekekkel voltak velem egykorúak, vagy minimális egy-két éves eltéréssel gyerekek, akikkel együtt dolgozgattunk. Hát ebben az időben volt egy olyan eset, hogy amit említettem, hogy a szovjet csapatok, hogy ott visszavonultak, és ott a német jeep volt, hát ők is elmentek, visszavonultak onnan, de abban a nagy gödörben, amit ott maguknak kiástak, abban a rengeteg lőszert ott hagyták. És amikor mi ott jószágot legeltettünk, akkor a gyerekekkel egyszer csak golyók, puskagolyók találtunk. Aztán elkezdtünk kutatni, aztán láttuk, hogy volt ott 10 is, 100 is, 1000 is, rengeteg. Akkor ugye mi fiatalok hozzákezdtünk, és akkor ezeket a ilyen korabé, meg nem is tudom még milyen golyókat kezdtük szépen sorba rakni egymás mellé, és akkor letakartuk szalmával, jó másfél méterrel túraktuk a szalmát, és akkor meggyújtottuk, és úgy szépen arrébb mentünk, hogy majd ez. Na hát ez sikerült is, úgyhogy olyan szépen ropogott, és mentek a golyók. Egyszer, aztán egyik golyó a szomszéd fiúnak a fülénél szaladt el, úgyhogy súrolta is, tehát egy kis sérülés volt. Szerencsére nem vettük, mi meg azt se komolyan, hát mi majd vigyázunk. És akkor még megvoltak a földek végén ezek az elvezető árkok, ugye most talán betöltünk ezeket. És akkor erre az árok partra raktuk ezeket a golyókat, és akkor ott gyűjtöttünk meg. És amikor egyik alkalommal ez történt, az egyik irányból egy kocsi, személykocsi jött az úton. Nem járt ott kocsi, hát ez egy földút, nagyon ritka, mert hát nem sok kocsi volt még akkor. És ott lettettünk, hogy jaj, csak hát a kocsi gyorsan menne már el, mire odaér a tűz, mert ugye a golyók pont arra mentek. És a kocsi meg valami oknál fogva elkezdett lassítani szépen. Vége az volt, hogy körülbelül ahol nekünk a tűz volt, a kocsi ott állt meg, valamit néztek, ott vizsgáltak, és valami oknál fogva kialudt a tűzünk. És nem gyulladt. Ha az ott végigmegy, akkor végig söpri a kocsi. Jó Isten odafigyelt. Na, de még mindig nem tudtuk meg, hogy milyen volt a kis Farkas Misu, mert így tehát azt én 30 év távlatából már elnézést, tényleg egy komoly, megfontolt, de mégis ilyen tekintét parancsolónak ismertem meg Gabi bácsit, és így vagyok a mai napig is. Milyen volt kisgyerekként? Azt mondták mások, hogy én nagyon jó gyerek voltam. De ha azt mondták, elmentünk valahova, hogy na, üljél le, akkor én ott leültem, és akkor én ott vártam türelmesen. Mi egy nagy család voltunk, olyan forma, hogy apukám még 7-en voltak testvérek, anyukám még 12-en. Tehát 19 család
volt végeredménybe. Tehát de névnapkor ki kellett bérelni a művelődési házat. Hát szinte mindig volt társaság, meg a keresztgyerekek különösképpen együtt voltunk. Tehát mindig azt mondták, hogy én jó gyerek vagyok. És úgy valóban igyekeztem is én megcsinálni azt, amit kellett. De hát itt ugye a golyózáporok miatt az ez a jóság, ez másképpen is értelmezhető. De végig azt mondhatom, hogy általános iskolában is nem volt velem különösebb probléma. Mikor tetszett megtanulni írni, olvasni? Hát a tanyai iskolában egy tanítónéni volt, és azon a környéken ő elég híres volt, különösképpen a magyar, tehát a helyes írás, ez volt a mindene. Még ugye akkor volt a vonalzó, mi a kis pálca, megírtuk a dolgozatot, és akkor utána ki kellett vinni, és ahány hiba volt, annyi körmöst kaptunk. Tehát, de amúgy is volt érzéken, tehát nem volt probléma. Matematika, fizika részén volt gyengébb a tanítónéni, most már így utólag ugye tudom, de azt viszont én nagyon szerettem. Úgyhogy itt az általános iskolában a 8 osztályt itt jártuk végig, de 8-ban már nekünk el kellett menni egy központi iskolába, és ott kellett minden tantárgyból vizsgázni. Tehát amelyik tanító vagy tanítónéni ugye nem rendesen dolgozott, azt a központi iskolába ugye nagyon azt a gyereket megbuktatták. Hát nekem annyiba szerencsém volt, hogy ezeket a tárgyakat, reáltárgyakat nagyon szerettem. Ugye ott még mécsessel világítottunk akkor a lakásban, mert nem volt áram, de én zseblámpaellemeket vettem, és akkor én magamnak már képítettem egy kis kapcsolóval egy világítást a szobába, meg ilyen detektoros rádiót csináltam. Tehát. Úgyhogy végül is az általános iskolát így kitűnővel sikerült végezni, és így most már ugye a nevelő apámhoz kerülve, ő nem azt mondom, hogy... Tehát nem volt kulák, mert abban az időszakban jött ez a kulák rendszer, de aránylag jó módú volt. Neki is volt középiskolás gyereke, úgyhogy így azt mondták, hogy ha van kedvem, akkor menjek tovább tanulni. Tanya világban mi volt, amivel az akkori gyerekek tudtak játszani? Saját maguk által készített kis játékok? Mert nem igen hiszem, hogy ilyen gyári játékboltos puskák vagy ilyen babák lettek nem volna. Nem volt. Az általános játék a labda. Volt egy labda, és akkor ünnep vagy vasárnapokon összejöttek a környékbeli fiatalok, és akkor ilyen labdacélnek nevezték ezt. Tehát ugye fiúk, lányok külön, és akkor dobáltuk, elkaptuk a labdát. Ez volt. Én vagy ott a környező fiúkkal pedig sárból, agyagból, traktorokat, gépeket, ilyeneket csináltunk, és azon játszogattunk. Hát ott ez volt. Majd később már volt egy kaszinó, ott tőlünk nem messze, ott voltak összejövetelek, hát ott már színdarabokat is tanultunk, előadtunk, ott ilyen bálok voltak, tehát a világon ez volt. Ilyen közösségi ház jellegű? Igen, igen. Gabi bácsi, volt valami olyan a gyerekkorában, ami megtanította volna egy egész életet? Tehát valami olyan tanhit, bármi, ami végigkísérte volna az egész életében? Hát engem a vallás volt az, ami úgy kezdetektől fogva végigkísér és konfliktusos helyzeteket okoz. A szüleim reformátusok voltak, de hát ugye tanyán ott nem úgy volt, hogy most vasárnap megyek templomba, hanem negyed évenként, meg fél évenként egyszer jött a tiszteletes úr, akkor a tanítónéni mondta, hogy szóljunk otthon, hogy az aranyszájú tiszteletes úr fog jönni, és akkor mindenki jöjjön.
és akkor ők így jártak templomba. Hát én is még vallást tanultam, konfirmáltam. Így indult a gyerekkor. Csak aztán valahogy nekem más lett az álláspontom ebbe. A vallás tekintetében? A vallás tekintetében egyáltalán. Szóval érdekes dolog fölmerül, hogy meg én is vallom, hogy hit nélkül nem lehet élni. Csak ugye ott kezdődik a probléma, hogy na de mibe higgyünk, mibe hiszünk. Mert ugye amikor Zorán énekli, hogy apám hitte, hát ő nem az Istenbe hitt, hanem abban a munkában, amit ő elvégzett. Tehát én is azt mondom, hogy hinni a akaraterőbe, a saját munkámban tudom, hogy én mindent megteszek, és ha valamit nagyon akarok, akkor azt el tudom érni. Tehát én ebbe hiszek. Most külön kell választani ugye magát a vallást, mert hát a vallás az egy nevelési forma, oktatási formát ugyanaz, mint az állami, csak ugye itt az egyházak végzik. Más módszerekkel természetesen. És itt jön a ateista, vagy nem, tehát Isten tagadó, nem. Én is azt mondom, és itt jönnek a problémák, én is azt mondom, hogy Isten van, tehát hogy ne lenne. Az ellentmondás már ott van, hogy ugye vallás szerint Isten teremtette az embert, meg mindent. Én meg azt mondom, hogy az ember teremtette az Istent. És mert a szerencsétlen ember, aki küszködött, dolgozott, és nem tudott eredményt elérni, végül azt mondta, hogy hát igen, én mindent megpróbálok, én mindent megcsinálok, de hát itt van valami földön túli valaki, az Isten, aki azt nem akarja, akkor csináltok én akármit. Szóval a Csokona is érte, hogy mit teremt magának a boldogtalan. Tehát szerencsétlen, nem ő a hibás, azt mondja, nem én vagyok a hibás, hát van egy Isten, és ez nem akarja. Tehát ilyen formán akkor most el kell gondolkodni, hogy akkor valaki így ateista, nem ateista. De nekem soha nem jelentett gondot, meg problémát, meg soha nem semmilyen munkába nem érdekelt az, hogy most valaki vallásos, vagy templomba jár, vagy református, vagy katolikus, vagy egyáltalán. Még a politikával is így vagyok, hogy most valaki melyik pártnak a szimpatizása, hát az az ő dolga, csak normális körülmények között csinálja. Ott hagytuk abba az előbb, hogy általános iskola, ugye nagyon jó tanuló tetszett lenni. Jött a hogyan tovább? Volt, aki befolyásolja a döntést, vagy pedig volt Gabi bácsinak egy szilárd elhatározása, hogy már pedig én ebben az irányban szeretnék tovább menni, és hova? Szilárd elhatározás volt, teljes egészében én magam csináltam. Anyukám ugye nem szólt bele, nevelőapám abszolút nem. Ő megengedte, hogy mehetek, hogyha akarok. És engem a reált ágyak, a gépek érdekeltek. És hát ugye a haverok ilyenkor, a jó barátok, akikkel együtt voltunk, na hova menjünk, hát ugye ne egyedül. Nekem különösképpen azért, mert anyavilágból ugye bekerülni valahova egy városba, azért az egy akár nagy törést is jelent. Idegen volt? Hát maga idegen, hát város. Én csak ritkán jártam városba. És így jelentkeztünk a technikumba, a gépipari technikumba, de a barátot nem vették föl. Mint kiderült, ő szüleit kulákkal nyilvánították, és ott el lett ásva. Na akkor nem megyünk oda, de ezt mi magunk intéztük. Tehát mentünk, utaztunk, és akkor elmentünk. Hol volt ez az oda? Helyileg? Ez Szolnokon lett volna. Aha. És bementünk Mezőtúra gimnáziumba, ott volt egy régi református gimnázium, most megint református gimnáziumnál, de akkor állami gimnázium volt.
És ott jelentkeztünk, mind a kettőnket fölvettek, úgyhogy így kerültünk mezőtúrra gimnáziumba. Kollégiumban 10 kilométer volt a tanyától a kollég, vagy a gimnázium, tehát föl is vettek ott kollégiumba, és ott kollégiumi életet éltük. Hát először szokatlan volt, de aztán megszoktuk. Onnan este haza is lehetett szaladni, vacsorázni szinte. Hát, nem sokat. Koedukált volt a gimnázium? Nem, mezőtúron két gimnázium volt még akkor. Egy fiú és egy lány gimnázium. A fiú gimnáziumnak volt reál és humán tagozata. Hát én a reálba mentem, és akkor ott végeztem. A Tanyasi Általános Iskola után a városi gimnázium mennyire befolyásolta a tanulmányi eredményt? Az első hónapokban, 2-3 hónapban mi, akik innen a tanyáról mentünk, kiemelkedtünk a csoportból. Tehát ez mutatta, hogy nagyon jó munka folytott kint. Csak ez egy kicsit aztán ugye elmesített bennünket, úgyhogy végül aztán a kitűnő az úgy elmúlt, és aztán ilyen 4-es körüli eredményekre. A pubertáskor közre játszott? És hát nyilvánvaló, hogy hát nem mondhatom, hogy mezőtúr ugye mennyire nagy város, de hát a tanyához képest ez egy város, úgyhogy ott azt meg kellett ismerni, ott ugye szünet, vagy ráértünk, akkor menni kellett, csavarogni kellett tenni. Tehát, de ennyire ott is jó gyerekek voltunk. Ennyire befolyásolt ez Gabi bácsinak a viselkedését, például egy tényleg egy csendes tanyavilág után bekerülni egy városi zsongásba, maga az, hogy esetleg egy kicsit jobban kinyitotta a szemét ez a tény, vagy huncutabbá tette, vagy jobban rácsodálkozott dolgokra? Mivel ugye mondtam, hogy tanyán is több fiatal volt a környezetünkben, tehát az nem jelentett gondot, hogy egy társaságba kerültem be, és ez volt a szerencse, mert voltak olyanok, akik olyan helyről kerültek, ahol csak nem egyedül nőttek föl. Nekik jelentett ez problémát, hogy egy ilyen nagyobb társaságba kerültek be. Nekem aránylag sikerült beilleszkedni. Hát a gimnáziumban, hogy ott mindjárt két ilyen negyedikes nagyfiú hóna alá kapott. Én segítettem nekik, én reggel ébresztettem őket, ők meg minden, bármi történt volna, bármit csináltak volna velünk, ők megvédtek bennünket. Sokat hallottunk most a beszélgetés során a tanyavilágban lévő barátokról, volt barátokról. Van olyan, akivel mai napig tetszik tartani a kapcsolatot, vagy visszatetszik emlékezni rájuk? Sajnos nagy részük meghalt. Aki, ugye én se járok mezőtúron. Hát járok, mert nővérem még ott van, de ritkán, és ritkán találkozom. De hát időnként azért, ha ott vagyok és összefutunk, találkozunk, az egy jól eső érzés. Nővérem milyen volt a kapcsolat? Gondolok arra, hogy mikor már betetszett kerülni a városba, akkor kis titokban is sokám itt van egy forint, vagy igen, ő, volt ilyen? Ő segített, jött, mert hát ugye szüleim támogatni nem nagyon tudtak, vagy minimálisan tudtak. Akkor még voltak ezek a mezőgazdasági munkák, és mentünk kukoricát törni, listaratni, gyapotot szedni fel. Gyapotot nagyon szerettük, mert aránylag az egy jó munka volt, és lehetett is vele keresni. És akkor ezekre úgy hétvégén én is... Tehát voltunk ott néhányan, akik így összefogtunk, ilyen hasonló környezetből kerültünk oda, és így szereztünk mi pénzt. Hát ugye volt olyan, amikor a nagyszünetben meg kellett nézni, hogy van-e 40 fillér,
hogy egy kiflit megverünk, mert az volt a 10 óráig. Uh-huh. De így éltünk. Tetszett említeni, hogy a gimnázium ugye nem koedukált volt. Mikor jött el az idő, amikor Farkas Miskó kacsingatott a másik gimnázium felé is? Hát végül is ez volt még a két gimnázium mellett egy technikum is Mezőtúron, és ez a három intézmény azért nagyjából volt ellentét is közöttük, de inkább csak ilyen rivalizálás, tehát sportbeli rivalizálás volt, de a tanulóik azok keveredtek, tehát együtt voltak. Úgyhogy kezdettől fogva lehetett látni, hogy a harmadik, negyedikesek már valamelyik lánygimnáziumos tanulóval sétálgattak, meg moziba mentek, meg. Tehát ez folyamatában. Jól tetszett terelni a szót, de én azt kérdeztem, hogy Kavi bácsi mikor kezdett el. Nekem konkrétan, hát amikor elkezdtük a gimnáziumot, utána még mi kijártunk ugye tanyára. És akkor kapcsolódtunk mi ott komolyabban be abba a kaszinóba, amit említettem, hogy ott már én előadások. De akkor már én is, vagy mi is szerepelgettünk. Hát ott már kerültünk össze lányokkal. Tehát érdekes módon inkább ott, mint bent a gimnáziumban. Uh-huh. Érdekes. Akkor végezte a tanulmányi utat, jó? Tehát megvolt a gimnázium, megvolt az érettségi. Utána jelentett bármiféle gondot az, hogy na-onnan hogyan tovább? Hát az érettségi, volt. Az érettségi nekünk egy speciális dolog volt, mert ez 56-57-es tanévbe érettségiztünk. A dátum adja magát. A dátum adja magát, így van. Amikor ugye tudomást szereztünk a mozgolódásokról 56-ban, akkor hát már én is negyedikes voltam. És akkor mi már, akkor már nem a detektoros rádiót csináltuk, hanem egycsöves rádiókat, és akkor Szabad Európát hallgattuk. Érdekes, nagy hírű tanáraink voltak Mezőtúron. És nem szóltak bele, itt próbáltak úgy irányítani bennünket, így utólag vettük észre, hogy különösebben ne szóljanak bele, de mégis lehetőleg úgy történjenek a dolgok, ahogy ők akarják. És amikor a mozgolódások már komolyabbá váltak, a párt székházból már dobálták ki fel a könyveket, és te egyéb, akkor a gimnáziumba szóltak, hogy akkor a tanítást befejezzük, és lehet hazamenni. Hát ugye mi hatan, nem tudom, hogy hatan vagy heten voltunk, 18 évesek, hát mi nem mentünk haza, már csak nem megyünk haza egy ilyen. Hát mi ott maradtunk, és majd mi aztán meglátjuk, hogy mit fogunk tudni csinálni. Ha jönnek az orosz katonák, akkor majd mi azt nem hagyjuk. És a helyiekkel, akik Mezőtúri lakosok voltak, ők meg fölvették a kapcsolatot a honvédséggel, Mezőtúron nagy honvédség volt, és hát ott felszereltek bennünket, katonaruha, karabélyok, kézigránát, és akkor mi mentünk, hogy majd eljött a napja, hogy na, ma lesz, illetve majd holnap lesz az, amikor a oroszok az állomás felől majd fognak jönni Mezőtúr felé, és aztán mi ezt nem engedjük. És aztán mentünk oda, tömeg vonult oda kifele, és érdekes, egy-két lakásban, ahogy látták, hogy mi ott gyerekként végedménybe ott felfegyerkezzel megyünk, még tejával is kínáltak bennünket, mondták, hogy hát ne menjünk még oda, de hát mi mentünk. És hogy milyen szerencsénk volt, ott voltunk az állomáson délig, és nem jöttek tankok vagy senki. Hát ha nem jött, akkor mondtuk, akkor menjünk be, ebédeljünk meg kollégiumba, és majd utána jövünk vissza. Bementünk a kollégiumba, megebédeltünk, és mire a kollégium vagy az ebédből kijöttünk, akkor már egy tank csőjével a gimnázium felé mutatott át a téren.
attól kezdve, ugye, hát nem lehetett már kimenni, úgyhogy puskákat ezt le kellett rakni egyéb. Tehát az a negyedik év folyam az így telt el. De ott már rögtön az orosz tanulást abba hagytuk, hát csak nem tanulunk oroszt. Majd angol tanulunk, és egy fél évig, tehát angol tanultunk, így telt el. Hát ebből elég sok konfliktus keletkezett. Egyet dolgot érdemes elmondani, mert ez ilyen véletlenszerű. Amikor mi sétálgattunk, már felfegyverkezve, egy karabé volt nálunk, és hát unalomból én megjegyeztem, hogy karabénak a száma 5792-es. Nem, de nevadóta se felejtem el. És le kellett adni, hát pár nap múlva, hogy nyilván rendet kellett teremteni, hát le kellett adni a fegyvert, mindent rendőrségnek volt egy hely, és jól bevinni. Ami bevittük, na de ugye kivitte be, meg ki nem, meg mi, hát utána jött a tisztogatás, és egyszer csak jöttek, hogy a fegyvert adjuk le. Este, mindig este jöttek, a késő, sötét. Hát mondtuk, hogy mi leadtuk, hát nem ment úgy. Voltak itt el is kaptak, el is vittek, engem nem. Csak mondták, hogy a fegyver nincs, úgyhogy ezt keressem gyorsan elő, mert probléma lesz. És akkor eszembe jutott, hogy hát én tudom a számát. És akkor mondom, hogy de én még a számát is tudom, odaadtuk le, annak ott kell lenni. Na akkor bevittek bennünket, na keressék meg. Na de hát egy halom, fegyver, meg minden volt ott. Hát kerestük, nem tudom meddig, és meglett. Utána elengedtek bennünket. Még utána egyszer még kijöttek így este, akkor meg azt mondta, hogy a rádiót adjam oda, amivel a Szabad Európát hallgatgatom. Mondom, én nem hallgatom, már miért hallgatnám én? De ha nekem van rádióm, hát mondom, hogy rádióm van, mert szakkörre csinálgatunk, de hát ez nem is működik, hát az csak ilyen szemléltetés. Hol van a szekrénybe, menjünk. És ez a szekrényem, nyissam ki, azt mondja, na, vedd ki. Szerencse, hogy nem azt mondta, hogy ő kiveszi, mert ő kiveszi, akkor utána bedugja, és egyből azt mondta. Én kivettem úgy, mert nem volt annak doboza, csak alja meg elejem, hogy hátul benyúltam, és így eltéptem a macogat, és odaadtam, hogy hát ki is próbálhatja, hát ez nem működik. Ki is próbál. Hát tényleg nem működött. Jó. Tehát így. Akkor nem volt rajta állomáskereső, hanem egy fix állomás volt belőle? De volt azon kereső is, csak hogy a madzagokat hátul elszakítottam. De ez volt a teljes biztos. Egy lámpás cső vagy rádió volt, és utána már nyilván, hogy nem dolgozott. És mi lett ez után? Hát végül is, hát volt olyan, aki ez az időszak, ez, hát aki ezt átélte, azt tudja, sétáltunk ketten barátommal, hogy az egy forintost így fogta a kezébe, és ahogy úgy sétálva szokta az ember, hogy úgy húzogatja a kerítést. Egyszer csak azt vettem észre, hogy fiú meg nincs, és akkor hallom, hogy mondja neki, hogy szóval maga az a híres plakát szaggató. És már vitték is el, már másnap került elő. Még csak nekünk sem mondta meg, hogy mi, semmi nem volt, azt mondja, elengedték. Tehát ott közöttünk is voltak besugók. Uh-huh. Aztán, de végül is elmúlt, ezután jöttek a jelentkezések, és hát én úgy kerültem utána egyetemre. Hova sikerült felvételt nyerni? Fölvételt nyertem Miskolcra, Műszaki Egyetemre. Uh-huh. Nem tudtuk, valahogy nem volt néhány, mert ugye mi kezdtünk 43-an vagy 44-en, és 17-en végeztünk, és ezek között hiába reáltagozatosok voltunk, volt 4-5 orvosnak akart jelenkezni. Na, az volt, az a négy fő volt, aki komolyan gondolta, hogy női orvos akar lenni. Na, a többieknek szinte nem volt eltökélt szándék, hogy mi legyen.
És akkor négyen jelentkeztünk Miskolcra, Műszak Egyetemre, fölvettek mindegyikünket. De hát egy fél év után az nekem nem tetszett. Adtak ott ösztöndíjat, tehát nem azzal volt a probléma, de rengeteg rajz, egyéb, szóval mondtam, hogy nekem nem való ez. És akkor jelentkeztem, én átkértem magam Debrecenbe tanárira, és föl is vettek. És akkor én ott jártam 2 évig. Csak akkor már anyukám is meghalt. Annyira sehogy se álltam anyagilag, hogy ugye szenet pakoltunk vagonokból, hogy legyen valami pénzünk. Hogy akkor azt mondtam másodikba, hogy nem, hát ezt nem lehet így csinálni. Nem kimegyek levelezőre Budapesti Egyetemmel. Tárgyaltunk, és akkor mondták, hogy ott átvesznek. Szerencsétlenségünkre abban az évben megszűnt ez a lehetőség. Az egyetem csak azokat vette át attól kezdve, akik főiskolát elvégezték, és egyetemi képesítést akarnak szerezni. Hát így nem ment. Akkor, hát mondom, akkor nincs mese, akkor kijövök. Valahova elmegyek tanítani, vagy valami álláshelyre. És akkor észrevettem egyik újságba, hogy Tiszavasváriba, kollégiumba nevelő tanárt keresnek. Na, ezt akartam kérdezni, hogy hogyan került a képbe Tiszavasvári. És, na, elővettem a könyvet, kerestem Tiszavasvárit, nem volt. Hát ott érdeklődtem, hogy hol van a Tiszavasvári. És akkor derült ki, hogy még azon Bütszent Mihály volt. Igen. Úgyhogy, na én akkor eljöttem, itt Zorgel Mihály volt az igazgató, és akkor mondtam, hogy hát én 2 évet végeztem, itt majd folytatni akarom, de szeretnék akkor, hogy lehetőség van rá elhelyezkedni, és hát jó, sikerült, úgyhogy így kerültem ide 61-be, 61 májusába. Gondoltam, eltöltök egy évet, addig majd alakul valami, aztán. És hát aztán itt maradtam. Na végül, hogy az egyetem továbbtanulása ez nem jött össze, akkor azt mondtuk itt egy másik kollégával, hogy akkor menjünk el főiskolát, végezzük el, az majd lesz valahogy. És így végeztem Nyíregyházán a főiskolát, matematika-fizika szakon, olyan céllal, hogy majd utána aztán menjünk egyetemre. Valóban úgy is volt, hogy elvégeztük a főiskolát, és akkor bízza benne, hogy na, akkor most már 2 év egyetem, mert akkor meg lehet szerezni mondjuk egy matematika vagy valamilyen szakon, hát engem a matematika érdekelt, és akkor mentem is Pestre, vagy mi van, és akkor mondták, hogy jó, hát most már az a gond, hogy most nem indítanak Pesten, meg Szegben, most Debrecenbe se indul, Szegeden indul ennyien. Na, nagyon messze van, de hát ma kiesik, akkor meg elfelejtjük. Elmentünk Szegedre, és akkor kiderült, hogy a 4 év főiskola után az egy szakos, matematika szakos egyetem még plusz 4 év. De hát azt mondtuk, hogy ha nem megyünk, akkor megint kiesik, akkor még felejtünk, és akkor az egyik barátommal, akivel együtt tanultunk itt, Nagy Ida és Anyival eldöntöttük, hogy akkor járunk, és így kerültünk Szegedre, és az egyetemet ott végeztem el. Hát így akkor nem kérdés, hogy honnan az ismeretség Piroska nénivel? Hát így van, itt. 61-ben, hogy ide kerültem, egy albérletbe mentem, és hát fiatalok mit tudtak csinálni, mint hogy jártunk a ifjúsági ház, volt, ami utána könyvtár lett ott. Az már akkor meg volt 61-ben? Meg volt már, az ifjúsági háznak nevezték azt akkor, azt hiszem. És akkor ott jártunk Bálba, ott úgy ismerkedtünk meg. És akkor 65-ben pedig összeházasodtunk. Jó sokáig tartott. Hát... De mindjárt az elején tetszettek összejönni? Hát, mert ugye ő még gimnáziumba járt. Ja. És... Hát addig, amíg gimnálista volt, addig nem lehet. Lakáskérdés megoldott volt, vagy úgy kellett, mint fiatalházások gyöcsölni? Hát ugye
Piroska szüleinél laktunk akkor, de hát nyilván próbálkoztunk, hogy minél hamarabb építsünk. Hát ők akkor sem még segítettek bennünket, hogy ezt a telket megvegyük, és akkor vettünk hitelt föl, akkor még a hitelfelvétel másabb volt, még biztosabb volt egy kicsivel, mint mostanában, és akkor kezdtünk építeni, úgyhogy aránylag rövid idő alatt fölépült a lakás. Kicsit térjünk már még vissza az iskolára, azért ennyi idő alatt jó néhány gyerek tanuló átment Gabi bácsi keze alatt. Van-e olyan, vagy vannak-e olyan akkori tanulók, akire most büszke tetszik lenni, akár így, akár úgy, akár híresek, nevesek, vagy valamivel kiemelkedtek a többiek között, van-e olyan? Hát, hogyne, hát ugye sok tanulónk került még a szakmunkásokban, ugye először, amikor ide kerültem, akkor még csak szakmunkás képzés folyt. Még a szakmunkás végzettek közül is voltak, akik egyetemet végeztek utána. Különösképpen utána pedig, amikor már a szakközépiskolát beindítottuk, és érdekes módon, amikor a Erdélyből, Kárpátaljáról hoztunk át gyerekeket, akkor volt ilyen lehetőség. Azok közül hát nagy részük egyetemet végzett. Tehát itt Magyarországon, vagy visszakerülnek? Itt Magyarországon. Hát sajnos nagy részük itt maradt. Uh-huh. Már úgy sajnos, hogy... Nem tudtak hozzamenni. Hát jobb lett volna, hogyha ugye ott a család környezetében vannak. De hát itt többen voltak. Hát különösen itt a sport révén, a szektorlabda révén volt olyan, akinek... Hát ő itt maradt, elvégezte az egyetemet, itt maradt, de a szülei is átjöttek utána. Uh-huh. Tehát már ő próbálta segíteni, vagy próbálja segíteni. Így név szerint konkrétan van olyan, akit most megtetszett? Hát ez a Márdonfi Istvánt említeném. Ő azért, vagy ő tehát azért, mert kimentünk fölvételiztetni, és őtet javasolták, hogy ő szeret gonfocizni, és jó lenne, hogyha áthoznánk ide, és akkor itt nálunk ugye megtanulna játszani úgy komolyan. Hát mondom, ha a tanulmány eredménye olyan, hogy megengedi, hát akkor áthozzuk. Hát egy kitűnő volt, úgyhogy nem volt vele gond. És ő itt nálunk, ugye itt elvégezte a 4 évet, utána 2 évet még rá, utána ment el egyetemre, és azt is elvégezte. De ő hozzánk kiállt edzésre, rendesen dolgozott, és éveken, mondhatom, hogy éveken keresztül szinte itt nálunk az edzéseknél nem nyert meccset. De ő szorgalmas volt, és nem érdekelte, és csinálta, és egyéni világbajnok lett. Tehát ez a kitartás, ez fantasztikus. Ha már itt tartunk, honnan jött egyáltalán az ötlet, hogy Gabi bácsi ezzel foglalkozzon? Nyilván minden kisgyerek gonfocizik, de azért ez valamilyen szinten tovább lett fejlesztve, olyan magasságokat elérve, hogy itt világbajnokságokon szerepeltek Gabi bácsi is, illetve a csapattagja is. Igen. Hát ugye a magyar foci az 50-es években kezdett világszínvonalú lenni. A valódi foci. A valódi foci. És hát oda mindenki nem tudott oda jutni. Hát ekkor jöttek ezek a kabárgombok, és akkor asztalon, iskolapadban egyéb. Amikor én bekerültem gimnáziumba, ott ismerkedtünk meg. Voltunk vagy 3-4-en ott az osztályban, akik már gonfociztak. És akkor, amikor lehetőségünk volt, akkor a padról leteleltük a könyveket, és akkor ott kezdtünk el játszani. És amikor Debrecenbe kerültem, akkor Debrecennek már volt komoly országos csapata. De akkor még ez nem volt hivatalosan sportág, csak játszogattam ilyen szabadidő. De akkor már ideiglenes országos szövetség alakult, tehát már szervezték a versenyeket. És amikor kijöttem ide Vasváriba 61-be,
akkor ez nagyon jó ért nekem kollégiumi nevelőként, hogy akkor még a gyerekek még szombaton nem mentek haza, sőt, hát a vasárnap se, egy hónapban egyszer volt hazautazás, és a többi napon itt voltam a kollégiumban, és valamiképpen le kellett kötni. Na hát, nekem ez nagyon jó volt, mert ez a játék, ez a gyerekeknek rendkívül tetszett, és én lekötöttem egész vasárnap gyereksereget. Volt, amikor 30-40-50-en is gonfociztunk. Tehát innen indult el Vasváriba, és azóta játszottuk. Én utána ugyan asztali teniszbe végeztem edzőit, és ott edzősködtem, meg NB3-on még játszottunk. Onnan kiveregettem, utána ezt a játékot kezdtem el komolyabban, és hát 1986-tól ez hivatalosan sport lett. 92-ben itt Vasváriba alakult meg ennek a Nemzetközi Szövetsége, tehát mi sportdiplomácia téren is ott voltunk a csúcson. Utána én bekerültem az országos elnökségbe, és 97-ben, vagy 2007-ben itt volt a világbajnokság. Itt a világbajnokságot. Ez is azért jelentős, mert ekkor jelentek meg nálunk a brazilok. Az internet terjedésével most már mindenki látta, hogy máshol is játsszák ezt, és hát ugye kiderült, hogy Brazíliában ugyanúgy, mint nálunk, majdnem ugyanabban az időben indult el a játék, csak ők is kifejlesztették az ő saját maguk játékrendszerét, szabályát, mint ahogy mi magyarok is, de ez két különböző szabály, ugye a braziloknál a gömblabda volt nálunk, meg a korong, és na, innen indult el a brazilokkal való kapcsolat. Ez jelentett aztán nagy haladás, mert ezzel együtt már a japánok, a spanyolok, meg hát a többiek, meg az Ausztrália. Volt brazilverés? Volt brazilverés. Legalább itt el tudtuk élni. Volt. Ugye most voltunk, mikor? Szeptemberben volt. Már nem is tudom, hogy mikor volt az interkontinentális kupa. A brazilok vállalták, illetve hát az a terület vállalta, hogy a mi szabályaink szerint is játszanak, terjesztik. Mi vállaltuk, hogy a brazilok szabálya szerint is játsszuk ezt a játékot, és akkor világverseny mind a két szakák hivatalos. A Nemzetközi Szövetség most azt mondta tavaly, hogy akkor nézzük meg, hogy mennyire valósul ez meg. Tehát vajon a braziloknak sikerült-e jobban elsajátítani a magyar játékszabályt, vagy a magyaroknak a brazil játékszabályt. Ez végeredményben ilyen klub világbajnokságnak felelt meg, mert az ausztrálok nem vettek részt benne, a japánok azt mondták, hogy ők külön készülnek majd VB-re, tehát ők ebben nem indulnak el. Úgyhogy az amerikai részen a Vasco da Gama volt az, aki mind a két szakákban a legjobb volt náluk. Itt pedig Európában, a brazil játékban mi voltunk, Tiszavasvörjesen, mi erre nagyon rászálltunk, itt mi voltunk a legjobbak, a másik, a magyar szakákban pedig egy budapesti csapat, a testvériség. Mivel nekünk anyagi feladatunk arra nem volt, hogy mind a kettőt játsszuk. És akkor, mivel hogy két magyar csapat, a braziloknál egy csapat nyerte mind a kettőt, ezért ha ők utaznak, akkor csak a 4 fő plusz kísérőnek kellett jönni, ha mi utaztunk volna, akkor ugye 10 főnek kellett volna menni Brazíliába, São Paulóba. És ezért megegyeztek a Nemzetközi Szövetséggel, hogy akkor a brazilok eljönnek, ha az itteni költségüket fedezik, és így jöttek el. És itt az volt a kérdés, hogy, tehát inkább azt mondom, hogy az nem volt kérdés eleve, hogy a magyar szabály szerint minden mérkőzést a magyarok nyernek, a brazil szabály szerint minden mérkőzést a brazilok nyernek. Csak az a kérdés, hogy azon belül mennyire tudjuk már szorossá tenni. És a magyarok valóban minden meccset nyertek, de a brazilok nem. A brazilokat mi nagyon megszorongattuk, úgyhogy ők meg is lepődtek. Mi nyertünk is meccset, meg döntetleneket játszottunk. A saját stílusukban. A ő stílusukban. Úgyhogy így volt az interkontinentális kupa
végeredményben magyar sikert hozott. Én azt hiszem, nem állok távol a valóságtól, ha azt mondom, hogy a szektorlabdarúgás, mert most az a neve, nem gombfoci, tehát a szektorlabdarúgás világ tudatába beírt a nevét tiszta nagybetűkkel a Farkas család, és akkor itt rá is térünk egy kicsit a családra, hiszen aki valamelyest követte, nyomon követte ezeket az eseményeket, láthatta tényleg, hogy Farkas Gábor, ifjú Farkas Gábor és Farkas Zsolt, tehát jelentősen meghatározó szerepet tetszettek játszani. Ez úgy adódott, hogy apáról fiúkra száll a szeretet, vagy volt némi ráhatás is? Nem. Megtetszett, mind a két fiúnak megtetszett. Én nem erőltettem egyikőjükre se, hisz mindegyik pingpongozott is. És én úgy voltam vele, ha van kedvük hozzá, akkor segítjük. És mindegyiknek kedve volt. Gábor nagyon jó kezű, játékba kiváló, Zsolt szervező készsége remek, tehát ő világbajnokságot, Európa-bajnokságokat bonyolított rendkívül jó módon, úgyhogy ilyen formán kerültünk mi be. Hát valóban az interneteken a honlapokat, ha nézzük, akár a brazil, vagy svéd, vagy akár melyiket, ott biztos, hogy ott van. Érdekes módon az egyik alkalommal Pesten találkoztam egy szerb professzorral, bumfocizott az is, vagy ő is, és amikor úgy találkozunk, akkor mondja, hogy Farkas, nem honnan ismer? Hát aztán kiderül, hogy ő mindenkit ismer, aki játszik, neki mindenkiről adatai vannak. Hát... Így, hogy rátértünk tényleg a családi vonalra, kiderült, hogy a házasságból két gyerek született, és azt hiszem, hogy ami a legsajnálatosabb, és tényleg egy szülő részére a legborzasztóbb, elveszteni saját gyermekét. Nagyon váratlanul jött mindenkit a hír, amikor meghallottuk, hogy Zsolti meghalt. Hogyan lehet ezt egyáltalán elviselni, vagy feldolgozni, vagy lehet egyáltalán? Hát sehogy. Ezzel kell élni. Ez. Jelent vigaszt, ha így mondhatom azt, hogy végül is a Gábor családjában van unoka, és akkor igen, egy kicsit úgy kárpótolja talán, vagy kárpótolja egyáltalán? Hát az egy másik vonal, hát őtet nem kárpótolja, de annyiból, hogy azért mégis vannak unokák, főleg ugye az egyik unoka itt van nálunk, itt tudom, mert ők sajnos a házasság, ugye nem sikerült, ők elváltak, úgyhogy a unokát mi neveljük. Rendkívül jól meg vagyunk. Szeret tanulni, itt lenni, dolgozni. Most már ugye felsőfokú szakmai képesítést szerez most. Ő Nyíregyen a svájci lakban dolgozik. Neki minden álma, vágya az volt, hogy ő, hát elsősorban én felszolgáló, neki ez volt a lényeg. Tehát, de hát most már elvégzi a felsőfokú szakmai részét, és hát utána, ha lesz kedve majd levelezőn, akkor diplomát szerezhet, vagy nem. Most úgy tűnt, hogy a nagyobb, tehát a lehetőség is Nyíregyházán diplomaszerzőben nem indult, de felsőfokúba indult, tehát ilyen formán szerencséje volt, hogy erre jelentkezett. Hát ez 2 éves, ezt elvégzi. A másik unoka, ő Pesten van, ő már ott dolgozik. Zsolt, hát ilyen formán lehet, hogy szerencsés is, hogy nekik nem volt gyerek. Hát az teljes, hát, hogyha ő egy beteges
lett volna, és hát járja az orvosokat, meg műtés, meg hasonló, mint nekem, amik voltak, akkor érthető, de ilyen formán, hogy semmi baja előtte, kimegy kocsival, ott kiszállnak, megy a munkahelyére, és akkor már nem tud bemenni. Ezt nem lehet feldolgozni. Neki előtte sajnos problémája volt, mert az első, vagy illetve a házassága, egy székely kislányt vett feleségül. Ott nagy szerelem volt közöttük, vagy legalábbis ő biztos, hogy nagyon szerette, de aztán mai napig nem derült ki, hogy ők miért váltak el, de végül elváltak, nem mondták meg, hogy miért. Ez Zsolt nagyon letörte, tehát ez teljesen, hát teljesen ki volt borulva. Itt írt egy kis verses kötetet is, amiből, ha ezt végig lapoztuk, akkor lehetett érezni, hogy mennyire mély ponton volt. Valahogy sikerült ebből kilábalni, került egy élettársa, akivel aztán nagyon jó megvoltak. És akkor kezdett építkezni, minden helyre jött. Zsabilnál mind a ketten művezeti beosztásra dolgoztak már. Fölépült a lakás, és ekkor jött. Ha azt a kis könyvecskéjét, a verses kötetét úgy elolvasgatjuk, akkor lehet látni az ő elkeseredését, amikor azt írja, hogy milyen Isten az, aki nem segít, nem szán, csak majd megbocsájt, és hagyja a gyermekek millióit meghalni. És akkor utoljára írja, hogy az én Istenem kedvel, szeret, és ha eljön a végső búcsú, megsirat és eltemet. Te ilyenkorán? Akkor beszélgetésünk elején nagyjából erre tetszett utalni, amikor a hitről volt szó. Igen. Hát azt hiszem feltétlenül említés kell tenni, hát Piroska néni, Bevi bácsi élete párja, hiszen jövőre lesz az 50. házassági évforduló. Nyilván az örömökkel, bánatokkal tarkítva, de csak egy szép életút, amit közösen betetszettek járni. Így van, ez... Én ezért mondtam a Szép Erdőnek a versét is, hogy ugye két élet van, hogy az egyik az élet, a másik az álom. Hát nekünk is nyilvánvalóan voltak problémák, hisz küszködni kellett a lakásépítéstől kezdve sok minden egyébben, de én azt mondom, hogy mindennek tudtunk örülni, különösen a gyerekeknek együtt végeztük a munkát, mentünk kirándulni együtt a gyerekekkel, bejártuk Európát. Hát neki több munkája akadt azzal, hogy ugye mi egyetemet is 4 évig Szegedre kellett eljárnunk, arra még azért tanulgatni is kellett. Én ahhoz, hogy egy kicsivel több pénzt is keressünk, mert ugye itt 800 forinttal kezdtük az állást, én elvégeztem a edzői mellett a játékvezetői, a fotó tanfolyam vezetői díjat, segédkönyvtáros itt meg egyéb, és ezekben mind be tevékenykedtem, de hát ez rengeteg időt elvett. Úgyhogy az itthoni munka, a gyerekekkel valóban törődés, az őre hárult. De azért mondtam azt, hogy aki részese a rossznak, hányattatásnak,
az nagyon tud örülni annak, hogyha valami sikerül.